Edzőtábor nem csak díjlovasoknak, címszóval invitálta, továbbképzésre a Kisbábolna Lovas Udvar és Vendégház február 29-e és március 1-e közt a szakmai érdeklődőket lovardájába. A rendezvény komoly érdeklődés mellett zajlott, különös tekintettel a szombati nap programját, amikor Dallos Gyula mesteredző tartott nyílt edzést. Addig azt gondoljuk és hiszük, hogy ez a világ legegyszerűbb dolga, a nagyon elegánsan, egyensúlyban szálltan és ugalmasan ülő lovas, aki mindezektől független kézzel ezt irányít a lovat, semmit nem tesz csak ő, a lov pedig magától tesz meg minden. Na, amikor ilyet látunk és ilyen érzékelésünk van, érzetünk, akkor az a tudásnak a legtovább, amikor a hegedű művész a kacsintát játsza, az új negyeiben érzi a pólókat. Nem látom mozdulatokat, és a legszebb hangok jönnek elő. Erről szól a lóvi dobítás is nagy részint. Az utóbbi években elég gyakran látunk Bábolnán, hála Istennek, általában nem főszereplőként, hanem valamiféle funkciódnál fogva jössz Bábolnára. Most azonban mondhatjuk, hogy főszereplő voltál, hiszen egy előadást tartottál itt a szakmai közönségnek, és úgy látom, hogy nagyon érdekfeszítő előadás volt. Miről szólt ez tulajdonképpen? Ha jól látom, nálad azért elsősorban a lovak vannak a központi szerepben, nem pedig a lovasok. Nagyon jól érzékelted, minden televízió nézőt nagy szeretettel köszöntök. Annyiban hadd szabadjon korrigálnom, hogy 1962 óta én nagy szeretettel járok Bábolnára, annak előtte, mint ugrólovasként, és volt szerencsém a felújított fedelest a magyar bajnok Palavesző nevű lovammal 69-ben megnyitni, és azóta is szívesen jövök, mert kiváló barátaim vezetik, és egész Bábolnának a történelme, és Bábolnát vezető emberek tényleg ezen a történelmi hagyatékon állt, tisztelik és vezetik a várost. Most is nagyon szívesen jöttem, azért, mert úgy gondolom, hogy a magyar lovas ágazat legjobban lemaradva a képzés, oktatás terén van. Sokkal több van a magyar lovasokban adottság, sokkal több van a rendelkezésre álló lóanyagban. Mind a lovas oktatása pedig nagyon elmaradott, rossz ideológiák szerint történik, és nagy örömmel jöttem, a két fiatal, tehetséges, intelligens egyetemet végzett, és a szakmában tudó hölgy sok száz ember számára ad lehetőséget egy kiváló millióban itt Kisbábolnán, mert ráérzeztek és érzik, hogy itt lehet legtöbbet segíteni. Igen, és a ló van nálam a fő és a vezető szerepbe, mert ló nélkül mi csak emberek vagyunk, és lóval vagyunk egyáltalán lovasok a ló által, mert ugye, ahogy Jókai Mór is mondja, hogy bölcs embernek lóvaló, mert lóvá tesz az ember, emberré tesz a ló, tehát sok mindent tudunk ennek a nemes teremtett lénynek köszönni. Az, hogy ilyen iskolaszerűen edzőtábort szerveznek folyamatosan, és azokat az általános érvényű, lóra vonatkozó képzési folyamatokat, mint itt is bemutatásra került, hogy az alapszinttől az olimpiai nagydíj feladatig bezárólag a kiképzésnek a vezérfonalát, az edzés felépítése, mit, mikor, hogyan a lóval, a ló fejével való gondolkodás képességét rendkívül fontos, és a lovasra való iskolázottság, hogy milyen szinten kell a lovasnak a technikáját fejleszteni, amit tanulható, amellyel elérheti a benne lévő adottságok megmutatását.
Itt most egy alulról jövő kezdeményezésről volt szó, de hogy látod, hogy itt azért elég sokan voltak, és kérdéseket is tettek fel. Úgy látszik, hogy van erre egész komoly igény. Hogy látod, hogy felülről szerveződően nem lehetne hasonló képzéseket végrehajtani, ami mondjuk nem kötődik az iskola rendszerhez? Hát most ezt úgy is tudnám lefordítani a te nagyon jó megfogalmazásodat, hogy akasszák a hóhért, mert tudnélék most lesz mai nappal, mint miniszteri biztos, ugye az egész lovas ágazatnak, ami egy keretprogram, a Kincsem Nemzeti Lovas Programnak a végrehajtására kinevezett miniszteri biztosként feladatom. Tehát pontosan azért örülök, hogy ezekbe az alkotó műhelyekbe eljöhetek, és személyesen is részt vehetek a képzésben, és itt az volt a szép, hogy itt nem a lovasok, akik díjugrató, militári és díjlovas, hanem a fogadhajtók, a jámborviliék, tehát a fogadhajtók is eljöttek, és figyelték, és tanultak, és kérdéseket tettek fel. Tehát pontosan ebben látom a magyar lovas társadalomnak a felemelkedését, hogy van, ráébredtek egy tanulási vágyra, és tudják, hogy ha ezt mentálisan, ismereteikben meg tudják fogalmazni, és ismeretanyagot kapnak hiteles emberektől, akkor a gyakorlatban sokkal könnyebb lesz nekik célba érni. Te egyébként is egy olyan szakágat képviselsz, amely talán a legbonyolultabb és a legnagyobb türelmet és tanulást igényli. Ezt érzi a lovas társadalom is? Tehát abban a párbeszédben, amelyet hangsúlyoztál a különböző szakágak között, érzik a többi szakág képviselői is, hogy mennyire fontos a lovak idomítása és a lovasok képzése? Én minden szakterületnek egyformán vagyok a szószólója, hisz mindhárom olimpiai szakágat műveltem is, de azt tudja minden szakember, hogy minden fajta lóval való versenyzésnek az alapja a lónak az idomítása. Tehát az általános képzése, majd a speciális képzése. A lónak az adottságát nem lehet megváltoztatni. A malac nem fog repülni, a halat meg nem kell úszni, tanítani. De hogy ezt az adottságát mi meg tudjuk mutatni, ahhoz a lovat ki kell képezni. Tehát a képzés, a készségek kialakítása az rajtunk múlik, és ezáltal egy jó állapotba, mentális és fizikális állapotba hozott ló sokkal jobban meg tudja mutatni a benne lévő genetikai adottságait, mint amelyik a lovassal nem akar kommunikálni. Itt Kisbábolnán egy edzőtábort bonyolítottatok le, mint kiderült, különféle szakágak képviselői számára, és itt a végén volt azért egy bemutató, amelyben a lovak kiképzéséről nem kisebb név, mint Dalos Gyula bácsi tartott egy előadást. Miért fontos, hogy a különböző szakágakat összehozzátok egy ilyen edzés, többnapos edzés keretében? Igazából az alapötlet az nem az volt, nem úgy indult, hogy a szakágakat hozzuk össze, hanem úgy gondoltuk, hogy a fiatalokkal szeretnénk segíteni az utánpótlásnak, az utánpótlás képzésben, és úgy gondoltuk, hogy ketten sokkal többet tehetnénk magáért a díjlovas szakágért, mint egyenként, és ezért tavaly már elindítottuk ezt a kezdeményezést, hogy akkor ketten tartunk edzőtáborokat, és idén szerettünk volna valami újdonságot, valami plusz belevinni ezekbe a táborokba, és így gondoltuk, hogy Enikő segítségével meghívtuk Dalos Gyulát, hogy egy nyílt edzést tartson, amely aztán, hála Istennek, akkorára nőtte ki magát, hogy nem csak a díjlovasokat, hanem más szakákból érdeklődőket is ide vonzotta erre a nyílt edzésre. Ugye a díjlovas
szakág az egy elég bonyolult történet, és nagyon sok türelmet igényel. Azt hiszem, hogy ezt itt a edzés során is bizonyítottátok. Milyennek a savabors, és hogy érezted magad Gyula bácsi hát felkonferálása mellett? Ugye Gyula bácsi és én már nagyon régóta dolgozunk együtt, tehát nagyon sok ilyen bemutatót csináltunk már, nagyon-nagyon szeretünk együtt dolgozni. Maga egy ilyen eseményen versenyezni, bemutatózni, fantasztikus dolog, de én azt gondolom, hogy nem is ez volt ennek a fő profilja, hanem hatalmas dolog az, hogy a lovas társadalmunkban és sajnos a díjlovaglásban nagyon széthúznak a lovasok edzők. És mi Zsófival szerettük volna azt prezentálni, illetve zászlóvivőként a gyerekeknek példát mutatva, hogy egységben az erő, és össze kell fogni, és így tudunk tenni a magyar díjlovaglásért, így tudunk tenni a sportért, és így tudunk fejlődni és előbbre jutni. Van egyébként a fiatalok körében érdeklődés a díjlovaglás iránt? Van, és azt gondolom, hogy egyre többen. Sajnos ugye nagyon-nagyon sok anyagi hátteret igényel ez a sportág, de pont ezért hoztuk létre ezt az edzőtábor sorozatot is, hogy akik esetleg egy picit szerényebb anyagi háttérrel rendelkeznek, ők is részt tudjanak venni, hiszen az ország szerte vannak edzőtáborok, de ott inkább a magasabban képzett lovasokat segítik, vagy nekik van több lehetőségük tanulni. Mi pedig Zsófival szerettük volna, hogyha picit kezdőbbek, picit fiatalabbak is lehetőséget kapnak, és szeretnénk, hogyha szponzorok mögénk tudnának állni egy picit, és adott esetben segíteni olyan lovasokat, akik nem tehetik meg, hogy kifizessék az edzőtábor díját, de részt tudjanak venni, és tudjuk őket segíteni, támogatni. Itt egy alulról jövő kezdeményezés volt, ezt megbeszéltük Gyula bácsival is. Mennyire kaphatóak a lovasok arra, hogy nem a minisztérium, nem iskolák által nyújtott képzéseken vegyenek részt, hanem teszem azt például ide jöjjenek Kisbábolnára? Szerintem most már egyre nagyobb erre az érdeklődés, és ami külön öröm számunkra, hogy ugye meghirdettük ezt az edzőtábort mi, mint díjlovasok, nem csak díjlovasoknak, és hál' Istennek nagyon sok ugrólovas is és militári lovas is érkezett, tehát több szakágból, ami egy nagyon fontos dolog, hiszen én úgy gondolom, hogy a más szakágak lovasai nem feltétlen szeretnek kifejezetten díjlovas edzőtáborokba menni, mert talán egy kicsit szégyellik is magukat, hogy úgy gondolják, hogy ők nincsenek olyan szinten, a lovaink nincsenek olyan szinten képezve, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség a számukra is, hogy itt egy kicsit az önbizalmukat növeljük, és nyilván a tudásukat is, legalábbis reméljük, hogy a tudásukat is. Mennyire érzitek sikeresnek a edzőtábort? Az látszik, hogy azért elég sokan voltak, tehát nagy érdeklődés övezte. Jövőre is próbáljátok ezt folytatni? Mindenképpen szeretnénk, igen, tehát ezt egy hagyományt szeretnénk ezzel teremteni, és folyamatosan lehetőséget biztosítani a tanulásra és fejlődésre, és azt még mindenképpen szeretnénk elmondani, hogy amikor meghirdettük ezt az edzőtábort, nagyon sokan mögénk álltak, és támogatásukkal biztattak minket, hogy igenis ezt kell csinálni, és szeretnénk megköszönni most is és itt is a szponzorainknak és támogatóinknak ezt a mérhetetlen nagy segítséget, amivel tudtuk emelni az edzőtábor színvonalát.